Sziasztok, ez itt újra a VR, uram! Easy! Mondtam, hogy hashtag easy win! Pedig nem is nyertünk! De ezt nyertünk! Nem, ezt nyertünk! Nem is tudom, hogy szebb szóval élni ennél, basszus, ez valami eszméletlen volt. Tudjátok, hogy hogy állunk alapvetően a sportokat, és hogy nem vagyunk akkora szurkolók. Itt most Magyarországon volt szó, és mi is úgy szurkoltunk, mint a kisgyerekek, mert ez valami iszonyatosan durva volt. Iszonyat izgalmas volt. Így van, és most először, és még mielőtt rátérünk arra, hogy megbeszéljük Dárdai Pállal azt, hogy milyen volt a meccs, bár szerintem belőle is igazából csak ennyit szólni. Az a lényeg, hogy most nagyon örülünk, hogy megcsináltuk ezt a dolgot, és hogy beszélgetünk vele, mert ezt az élményt nem hagytuk volna ki. Tényleg. Nagyon jó szurkolni, ez egy iszonyatos meccs volt, nagyon büszkék vagyunk a magyar válogatottra, és hát ez nekünk is egy élmény. Reméljük, hogy nektek is az. Na, de most! Hívjuk fel őt, beszéljük meg vele, nézzük meg, hogy neki mi volt a véleménye, mit látott, és hogy vajon haragszik-e még rám a múltkori baki miatt. Igen. Szóval, szia, Bali! Hát nem tudom, hogy mit mondhatnánk erről a meccsről egyébként, mert tudod, hogy nem vagyunk azok az ekte, folyamatosan focit követő emberek, de kiugrottunk a bőrünkből mi is. Teljesen. Ez eszméletlen volt. Hát én csak ezt tudom mondani, hogy 3-3-at játszani portugál csapattal, sőt azt lehet mondani, hogy nyertünk 3-3-ra, mert jobbak voltunk, szép gólokat rúgtunk, és a meccs végén is magabiztosan, tehát nagyon rendben van a csapat. Őszintén tudom, hogy ez a leghülyebb kérdés ilyenkor, de te valahol gondoltad volna, hogy ezt így sikerül megoldani? Én elmondtam nektek, én az osztrák csapatot gondoltam, hogy megverjük, az Izland egy X. Én itt azt gondoltam, hogy ki fogunk kapni, mert a portugálok labdakezelésének gyorsaság, labdával tudnak nyomást gyakorolni az ellenfélre, de nem csinálták. És mindig jókor rúgtuk a gólt, igaz? Nem tudtak vezetni ellenünk. Ilyen igen. Szempontból nem tudták hasznosítani ezt a játékkészségüket, mert nagyon jól szűrtünk. Tehát látod, ha beraknak új játékost, hanem mindenki hozza a formáját, ez a kapitánynak a erőssége, hogy mindenkit fölépített úgy, hogy mindenki top formában van. Tehát mindegy, hogy ki játszik, mindenki jól játszik. Tehát tök nehéz lesz most kitrakni a következő meccsre. Most mi a jó megoldás? Ugye? Tehát ilyen szempontból ez egy pozitív dolog, mert egységben nem tudjuk azt mondani, hogy most valaki nagyon jó játszik torrán. Mindenki hozza a maga formáját, egy nagyon nagy egység van, a közönség kim van, egy olyan eufória van, egy kis álom. Így van. Így van, mi is abszolút ezt éreztük itt is. Egyszerűen hihetetlen volt az első gól, ahogy hát hallottuk, hogy te is mondtad. És most azt képzeljétek el, a múltkori meccs után beszéltünk, ugye, és most is még csak 11 játékosan nyertünk. Ezt már nem mosom le magamról, az biztos. Ezt már nem. Így van. Egyébként elkezdtük nézni a meccset kis félelemmel. Hát nem tudom, a Gena gólt szerintem még én is éreztem. Még most is érzem. Tehát ez valami brutális bomba volt. Komolyan, én is láttam már egy-két foci meccset életemben, ilyet ritkán látok. Szép gólok voltak a Gerzsoni, egy tökéletes mozdulatsor, ezt be lehet rakni az iskolai oktatásba innentől kezdve. Nyugodtan tanulják a gyerekek, hogy kell rúgni. A másik kettő, a Balázsik már sok patron előtt, és most egy kis szerencséje volt, de jó lövések voltak. Tehát ez a kapura is megy, a kapus csak ütni tudja, az meg a kipattan, akkor lehet, hogy ugyanúgy berúgjuk. Tehát igen. Én azt mondom, hogy ez nagyon nagy élmény mindenkinek, és ezt a pozitív eufóriát kell hazavinni. A stadionokba, a létesítményekbe, a klubokon nagyon nagy felelősség van most, hogy ezt a pozitív energiát hogyan hasznosítják fel. Igen, egy picit túllépve azon, hogy tényleg ez egy hihetetlen teljesítmény volt. Ott mi is próbáltuk a mi fejünkkel megfigyelni a dolgokat, nagyon gyorsan reagáltak folyamatosan a góljainkra, főleg a második fél időben. Nem tudom, amit mi láttunk belőle, az volt, hogy valahogy a középpályán megszűnt igazából a védekezés, és nagyon ott voltunk ugye a 16-osoknál. Folyamatosan, vagy a miénknél, vagy az övéknél. És valahogy nem tudom, nekünk úgy tűnt, hogy ahogy lőttünk egy gólt, nem sokra rá, igen. Jött is rá a válasz. Hogy ez mi miatt lehetett? Történt egy taktikaváltás a második fél időre? Nem, ez ilyen volt a meccs kép. Ettől lett talán az egyik legjobb mérkőzés az EB-n. Szép gólok, sok gól, közönség szórakozott, de egy kicsit a portugáloknak ez ugye keserű a szőlő, mert szerintem csomagolnak most már. Tehát ilyen szempontból. Mi jól éreztük magunkat, eddig meg amúgy is. Most is kaptak sárgát ugye játékosok. Egész pontosan ezt ki is szedtem, hogy konkrétan Gera, Juhász és Kuzmis is kapott sárgát. Ez szerinted lehet gond egyébként, hogy... Mert most láttuk, hogy a sárgát kapott emberek közül volt, akit nem játszatotta az edző. Direkt azért, mert ugye gondolom... Igen. Hogy lehet ez gond? Lehet, hogy őket most is megpróbálja védeni a következő?
Én mondom, hogyha a következő meccsen tovább jutunk, és 6 ember besárul, ki kell rotálni, akkor is megérte, hogyha 6-an kisárul, mert tovább jutottunk. Ha meg nem jutunk tovább, akkor meg úgyis csak egy statisztika marad. Tehát innentől kezdve most már biztos lesz majd a következő meccsen, aki el lesz tiltva. Ezzel nem szabad befékezni a játékosnak magát, ezzel nem szabad foglalkozni, akkor nem úgy mész bőle a párharcba. Tehát ilyen szempontból teljesen jó a történet, jó sikerült a rotálás. Szerintem a középpályások is így a Gera is csak egy fél időt játszott, így nem lett széthajszolva, de a ritmus maradt. Én azt hiszem, a Király Gabi is tart egy pihenőnapot, de nem tartott. Jó, hogy védett, mert jól védett, tehát kell a kisugárzás. Én azt gondolom, hogy rendben van minden. Annyi van, hogy ugye már 26-án játszunk, ha jól tudom, tehát a pihenő szempontjából ugyanez a ritmus van, a 4 napos ritmus. Erre beállt a csapat. Talán még ez is pozitív lesz. Mm-hmm. Jogos, jogos. Igen, igen, igen. Ez, igen, a következő meccsre rátérve, ugye most ugye vagy svédek, vagy belgák, ugye úgy néz ki, hogy ugye a belgák esélyesebb. Figyelj! Nekünk szerintem teljesen mindegy, én a belgákkal is szívesen játszom. A másik ág az rosszabb, ott hallod, német, francia, spanyol, azért sokkal rossz. Ezen az ágon, ha ez egy kis álom, ha minden jól megy, kevés gólt kap a magyar csapat, majd mondjuk 3-at kapott, de megvan az oka, azért egy Cristiano Ronaldo ellen játszottunk. Tehát ha nem kapunk gólt, masszívak vagyunk, ebből bármi lehet. Szépen csipegessük az eredményeket, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez az ág szerintem könnyebb, meg jobb nekünk. Jobban fekszik. Nekem tök mindegy szerintem, hogy belga vagy svéd, vagy mindegy. Köszönjük! Akkor két közönség kérdésünk maradt még itt nagyon-nagyon gyorsan. Az első, ez egy nagyon érdekes dolog, ez Konrád Kerságtól egy érdekes kérdés lehet. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel az elért sikerrel az Európa-bajnokságon lehetséges-e, hogy olyan játékosok kerülnek jobb csapatokba, akiknek eddig nem sikerült ugye ismertséget szerezni? Ezt nehéz megmondani, mert a játékosokat biztos elviszik. A probléma az, hogy itt most jó csapat van, olyan nagyon kiemelkedő dolgot nem láttunk még. Egy nagyon jó csapat van, ilyenből nehéz kiválogatni, a fiataloknak van esélyük. Mm, jogos, jogos. Az utolsó kérdésünk pedig most egy hölgytől lesz, hiszen mindenki szurkol. Ők is nagyon-nagyon keményen. Ez egy kicsit, ha jól látom, egy lelkibb jellegű kérdés, de semmi gomoly. Szóval Pecsumás Zsanett kérdezi, kedves Nádai Pál. Nőként engem jobban érdekelnek a csapat lelki dolgai, mint a különböző esélyek és taktikák. Az lenne a kérdésem, hogy segít-e a helyszínen a fiúknak pszichológus, illetve hogy szabad-e nekik kapcsolatot tartani a családdal, barátokkal ilyen stressz helyzetben, és hogy mennyire köszönhető a győzelem annak, hogy ugye fejben dől el a dolog, vagy sem? Először is biztos, hogy a családok látogathatják őket, nem vagyok olyan mélyen kapcsolatban velük, de ez biztos, hogy minden edzőnél így van. Nem tudok róla, hogy sportpszichológusokat dolgoznának, de ez a csapat, ez mentálisan, mint csapat, mint egység, ez megerősödött az évek során. Annyi rosszat kaptak, most ezzel a szeretettel, amit kapnak, ezzel a szurkolói hozzáállással most az országban olyan szárnyakra kapnak, ami tehát futballoztunk a portugálok ellen. Eddig csak voltunk, játszottunk a portugálok ellen, de csak úgy ott voltunk a pályán, most meg mi domináltunk sokszor, labda nélkül is, mert észre játszottak. Tehát ez rendben van, úgyhogy ezt így kell nézni. Világos, világos. Hát, nagyon szépen köszönjük a véleményedet. Köszönjük. Aztán, hát jó szórakozást kívánom, mert biztos, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Vigyázzatok magatokra, jó? Ne is, köszönjük szépen. Szia. Köszi. Szóval ennyi volt mára. Ennyi volt. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a rész is. Legközelebb, mivel hogy van legközelebb? Van. Asztorod. Vasárnap este fogunk. Találkozni ugye nyilván meccs előtt majd Facebookon, illetve a meccset nézzük mi is, és valószínűleg másnap reggelre fogjuk. Másnap reggel, igen. A következő meccs, és reméljük, hogy még nagyon sok lesz. Így van. Legközelebb találkozunk, srácok. Sziasztok! Sziasztok.